Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk. A mai esetünk nem fog másról szólni, mint a vámpír szektáról. Szóval a vámpír szekta Mexikóban, ez az első mexikói esetünk, Mexikóban volt, és a 60-as évekről beszélünk, és hát ez egy nagyon-nagyon kis eldugott, mesterségesen létrehozott faluban, nyilván mindegyik falu mesterségesen lett létrehozva, de hogy a 60-as években az történt, hogy kb. 20 családot, vagy kicsivel több, mint 20 családot, picivel több, mint 100 ember, tehát ilyen 100 körüli főt oda telepítettek Mexikó egy ilyen hegyvidékes, egyébként gyönyörű részére, tehát ilyen gyönyörű hegyekkel volt körbevéve. Szóval ott létrehoztak egy ilyen kis mezőgazdasági falut, és hát nagyon tanulatlan és nagyon rossz elszegényedett sorban élő mezőgazdász családokat telepítettek oda konkrétan. Alapvetően nagyon jól boldogultak, de ez egy nagyon-nagyon elzárt rész volt. Tehát nem volt nagyon a közelbe semmilyen város, vagy csak nagyon messzire, nem voltak megfelelő utak, nem volt orvosi ellátás, nem volt rendőrség a közelbe. Szóval ezt a 100 körüli főt azért látjuk, hogy teljesen magukra hagyta a társadalom, és ezért ők egy nagyon zárt közösséget hoztak létre. És azt lehet tudni, hogy minél zártabb egy közösség, annál érdekesebb dolgok tudnak történni benne. Főként babot és kukoricát termeltek egyébként, és hát 1962-ben megérkezett oda egy testvérpáros. Santos és Kajátor Hernández, hogyha valakinek rosszul mondom ki a nevét, akkor most is innen is elnézést kérek tőle. Szóval ez a testvérpáros, ez olyan életet éltek ők, hogy így vándoroltak Mexikóba, és próbáltak embereket átverni, és különbözőféle ilyen piti csalásokkal emberekből pénzt kinyerni. Ezzel foglalkoztak ők. Egyébként alapszinten tudtak ilyen bűvész trükköket, és ez majd későbbiekben fontos le. Szóval is ez a testvérpáros, így körbenézve a faluban, azt gondolta, hogy ezek szegény, buta, kiszolgáltatott emberek, akiket majd jól ki fogunk tudni használni. És ezért beadják a falunak a lakosainak, elhitetik velük, hogy ők inka istenek leszármazottjai, ők proféták, és ők egy üzenetet hoztak az istenektől. Méghozzá azt, hogy hallgassanak rájuk, a profétákra, nyilván ki másra, és hogyha mindent megtesznek, amit ők ketten mondanak, akkor megmondják nekik, az istenek, hogy melyik hegyekben vannak az aranyok elrejtve, mert hogy ott volt egy ilyen monda, hogy a valamelyik hegybe aranyok vannak elrejtve, de ha nem, akkor meg büntetést fognak kapni az istenektől. És ezek az emberek mutatnak ilyen kis bűvésztrükköket, és ezek az emberek elhiszik, és elkezdik ezt a két férfit, ezt a Hernández testvérpárost nagyon-nagyon tiszteletbe tartani. Adnak nekik egy szállást, kiszolgálják őket, ételt adnak nekik, mindenüket odaadják, az összes vagyonukat, mindent. És hát látja ez a testvérpáros, hogy ez nem túl sok, viszont nagyon tetszik nekik ez az élet, hogy gyakorlatilag a kisújjukat nem kell megmozdítani, és elkezdenek valami mást is, amit, vagy felfedezik azt, hogy valami mást is kérhetnének a falusiaktól. És ez pedig nem más, mint lányok. Elkezdték kiválasztani a legszebb lányokat, 14 és 16 évkor körüli lányokat, tehát hogy még tiniket, még kislányokat válogattak, és hogy az istenek azt üzenték nyilván, hogy nekik kell szexre megtanítani ezeket a lányokat, és hogy akkor nekik nem tudom milyen jó dolguk lesz. És hát ezt csinálták egy darabig, hogy megerőszakolgatták a lányokat, akiket a saját családjaik adtak oda erre. Szóval, hogy valami döbbenet, hogy az emberi butaság és az emberi hiszékenység milyen fokokat tud elérni. És aztán képzeljétek el, még arra is rá tudták venni a falusiakat, hogy az általuk kiválasztott lányok közül el is adjanak más városokba, ugyanis volt egy város, ahol ők megismerkedtek, hát egy ilyen striciszerű férfiúval, és ő neki adtak el lányokat. És ebbe belementek a falusiak.
És hát egyre durvultak el a dolgok. Utána már elkezdtek, ez a Hernández testvérpáros, elkezdtek ceremóniákat tartani, ott a közelben volt egy ilyen barlangszerű dolog, oda mentek a falusiakkal együtt, kecskeáldozatot mutattak be ilyen véráldozatgyanánt, ittak egy kaktuszból készült, ez az a kaktusz, direkt megkerestem, kaktuszból készült ilyen teaszerűséget, és az a lényeg, hogy ez nagyon erősen halucinogén, és utána pedig orgiákat tartottak ott. Tehát ez volt a ceremóniájuk. Nem tudom, miért kell, hogy mindig része legyen az orgia ezeknek a ceremóniáknak, de minden esetre ez így történt, és akkor ezt ilyen heti rendszerességgel megtartották. Na és hát az a helyzet, hogy ez hónapokig ment így, amikor is a falusiak elkezdtek sugdolózni. Elkezdtek rájönni arra, hogy hát itt nem nagyon történnek meg azok a dolgok, amiket ezek a proféták állítanak, és elkezdték hát megkérdőjelezni a Hernández testvérpárost. Ezért hát kitalált ez a testvérpáros, hogy ez így nem lesz jó, mert hogyha ők fönn akarják tartani ezt az ingyen élő életüket, meg még fiatal lányokkal akarnak szórakozni, akkor valamit ki kell találni, hogy a falusiakat elhallgattassák, és az a remek ötletük támadt, hogy egy istennőt fognak megjeleníteni. Kiválasztottak egy mexikói istennőt, aki így néz ki egy képen, és hogy őt fogják megjeleníteni. És kitalálták, hogy megkeressék ezt a stricit, őt egyébként Alazárnak hívták, és hogy kérnek tőle egy lányt, akiket futtat azok közül, vagy bárkit, hogy betanítsák, és egy ilyen jelenetben összeraknak, tényleg, mint egy színházi előadást elő fogják adni, ahogy ez az istennő megjelenik, és majd akkor a falusiak lenyugszanak egy kicsit, és megnyugszanak. És el is mennek Alazárhoz, és elmondják neki ezt a tervet, és Alazár azt mondja, hogy persze, ez egy tök jó ötlet, és ő tudja is, hogy ki lenne erre a megfelelő személy. És kiválasztja, vagy legalábbis javasolja a 18 éves testvérét, Magdalénát. Magdaléna 12 éves korától dolgozik prostituáltként. Nekem a szívem megszakad, amikor ilyeneket olvasok, de komolyan, 12, elképzelhetetlen. Szóval 18 évesekkor Magdaléna, és kiválasztják, és megbeszélik Alazár, meg a Hernández testvérpár, hogy na, ő lesz az, akit majd beöltöztetnek istennőnek. És Magdaléna ebbe benne van. Sőt, Alazárnak annyira megtetszik ez az élet, amiket a Hernández fiúktól hall, hogy gyakorlatilag ingyen élés, és semmit nem kell csinálni, hogy ő azt mondja, hogy ő is eljön oda, és megjelenik, mint proféta. Tehát ő is erre az életre vágyik, hogy semmit tenni, nőkkel szexelni, szolgáljanak ki, és nekem semmit ne kelljen csinálnom. És hát így fogják négyen ezt a istennő megjelenést megcsinálni. De olyan szinten, hogy képzeljétek el, hogy csinálnak neki egy hasonló kosztümöt, hogy szereznek valamilyen patront, amiből füst jön ki, szóval, hogy ez nagyon szépen megvan ám koreográfálva, és tényleg úgy csinálják, hogy ezt a falusiak elhiggyék. És hát eljön a nap, amikor ezt előadják. És hát a nagy-nagy estén ugyanúgy elmentek ebbe a barlangba, elkezdődött a ceremónia, megitatták velük a halucinogént, az mondjuk biztos nagyon sokat segít abban, hogy ezt elhiggyék, és utána megjelent Alazár főpapként, és elmondta, hogy mi fog következni, és hát megjelent teljes beöltözött nagyságában Magdaléna. És a falusiak elhitték az egészet. Úgy, ahogy van, és nagyon tetszett nekik, és teljesen elbűvölte őket. Letérdeltek, és onnantól kezdve imádták Magdalénát. És Magdaléna ezt imádta. Mert ez volt életében az első olyan szituáció, amikor avval szembesült, hogy őt imádják, hogy ő kontrollban van, hogy őt nem bántják, hogy őt nem használják, és nyilván megtetszett neki ez az egész. Viszont Magdalénának az az ötlete támadt, hogy meg nyilván fejébe szállt a hatalom, hogy miért is hallgatna a Hernández testvérpára, miért is hallgatna a testvérére, ugye, Alazárra, miért? Hisz őt imádják, hisz ő az istennő, akkor itt azt csináltat, amit akar. És elkezdett nem hallgatni Alazárra és a Hernández fiúkra, és elkezdte a saját szabályai szerint alakítani a dolgokat. És hiába nem tetszett ez a férfiaknak, mármint ennek a három fiúkának, egyszerűen nem tudtak mit csinálni, mert a falusiak
őt imádták a falusiak, őre hallgattak. És elkezdte szépen megváltoztatni először az orgiát. Elkezdte megvágni magát, és az ő vérét belekeverni ebbe a halucinogén teába, és ezt itatta meg a falusiakkal. Az orgiát továbbra is megtartották, de ő viszont nem volt hajlandó részt venni benne. Ugye, 6 évnyi prostitúció után gondolom nem volt ez nagyon kedve, hanem ő csak nézni akarta, és arra volt kíváncsi, hogyha ő parancsolja, vagy megparancsolja, hogy ki kivel és hogyan, hogy azt megcsinálják, és egyébként megcsinálták neki. És aztán teltek, múltak a hetek. És a falusiak megint elkezdtek sutyorogni, hogy vajon miért vérzik egy istennő, és különben is. Nem történik semmi olyan nagy jó, és hol van az arany, és elkezdtek beszélni, és ez főleg két falusi volt egyébként, akik elkezdtek itt nagyon sutyorogni, és hát ezt visszamondták Magdalénának, hogy itt elkezdtek ő ellene is sutyorogni, és hát az a helyzet, hogy Magdaléna megparancsolja a falusiaknak, hogy verjék őket halálra. És a falusiak ezt megteszik. És hogy azt szeretném, hogyha látnátok, hogy mekkora hatalma volt, hogy ezek nem idegen emberek voltak. Ezek együtt nőttek fel avval a kettővel, akit agyonvertek. Sokaknak a rokonai voltak. És mégis megtették, és mégis agyonverték azt a két férfit. És aztán elásták őket. Na és innentől borult el teljesen Magdalénának az esze. Egyébként végignézte, hogy agyonverték ezt a két férfit, és valószínűleg ez is egy kicsit azért úgy bekavart a fejébe. És innentől kezdve azt mondta, hogy nem kecskéket fogunk az orgiákon feláldozni, hanem embereket. És ő választotta ki, nyilván nem, hanem az istenek megmondták, hogy a faluból éppen melyik embert kell feláldozni. Nem, szóval Magdaléna kiválasztotta azt, hogy kiket kell legközelebb megölni. Általában úgy történt ez, hogy kiválasztotta az adott áldozatot, azt majdnem halálra verték, de csak majdnem, ilyen félholtra verték ezeket az embereket, és utána élve elégették, és ezt mindenki végignézte. És az a tényleg döbbenetes, hogy a saját rokonaik, saját barátaik, saját embereik, akikkel együtt dolgoztak, együtt éltek, együtt lélegeztek, ezt támogatták, és végignézték, és helyeseltek hozzá, hogy igen, igen, ez így jó lesz. Az áldozatok vérét egyébként az elégetés előtt lecsapolták, és azt itták, és hát innen jön ez az elnevezés, hogy a vámpír szekta, mert hogy itt ez a véri iszogatás, ez valamiért ilyen nagyon közkedvel dolog volt. Aztán megint durvultak a dolgok, és Magdaléna már arra vágyott, hogy ilyen nagyon szimpatiasan kivágja ezeknek az embereknek a szívét, tehát, hogy félhalottra verik őket, lecsapolják a megfelelő mennyiségű vért, hogy aztán mindenki tudjon belőle inni, utána ő teátrálisan kivágja a szívüket, és utána égetik el őket. És abba így beleharak, vagy így. Szóval, hogy tényleg az egész ilyen nagyon filmszerű volt, és mondom, 60-as évekről beszélünk, tehát, hogy 60-as évek közepéről, nagyon érdekes, és ez tényleg egy mindentől elzárt kis falu volt, tehát még áram se volt, semmi, vízvezeték se, semmi, tehát, hogy nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy azért ez nem volt annyira régen, és mégis még történhettek meg. Összesen 16 áldozatról tudunk, még nem egyszer, csak 1963. májusában egy Sebastian nevezetű kisfiú, hát szerintem kisfiú 14 éves volt akkoriban, arra felé sétált. Ugye, hát nem egészen csak sétált, hanem ő itt elszökött otthonról, és hát ő azt csinálta, hogy ment faluról falura, próbált ilyen szezonális munkákhoz jutni, próbált kéregetni, próbált valahol valamilyen közösséget találni, és amikor ő így sétálgatott arra felé, meglátta az egyik ceremóniának a fényét, hogy ott jön ki a barlangból, és ő oda ment, és végignézett egy ceremóniát. Iszonyúan megijedt, amikor rájött, hogy mit is látott, meg amikor ezt így fel tudta dolgozni, és gyakorlatilag elszaladt a következő rendőrösre, ami nem tudom hány kilométerre, valami 29 kilométerre volt, és ő elment odáig élete árán is, és elmondta a rendőrségen, hogy ő mit látott. Csak hogy az a baj, hogy a rendőrség nem hitt neki, ott van egy 14 éves, csapzott, rossz állapotban fiú, és egyszerűen nem voltak hajlandók teljesen komolyan venni.
Ám de ezen a rendőrségen dolgozott egy Louis nevezetű férfi, aki azt mondta, hogy jó, ő szabad idejébe elmegy ebben a fiúval, Sebastian megnézi, hogy ez hol történt, majd ők megnézik ketten, ő elmegy, ő erre rászállja a szabad idejét, megnézik. A rendőrök persze azt mondták, hogy jó, hogyha te ebben akarod tölteni a szabad idejét, menj el, csináljad. És el is indulnak. És aztán eltelt egy nap, két nap, három nap, négy nap, és nem hallottak Louisról. Már rég fel kellett volna venni a munkát, már rég valamit ki kellett volna találni, vagy hallani kellett volna róla valamit, és ezért indul meg aztán végül a nyomozás, így fogják aztán végül megtalálni őket. Ugyanis a rendőrség arra gondol, hogy akkor itt valami történnie kellett Louis-zal. Vagy Sebastian csinált vele valamit, vagy ténylegesen találtak valamit ebbe a faluba. Úgyhogy még a hadsereget is felhívják, és nagyon nagy erőkkel fognak kivonulni a faluba. És hát az a helyzet, hogy amit ott találnak, az megdöbbenti őket. Először is meg fogják majd találni a Sebastian és Louis holttestét is. Ugyanis a falusiaknak Magdaléna megparancsolta, és megölték őket, és őket is feláldozták, és a vérük, és a szívük kivágása, és mindent végigcsináltak velük, mint a többiekkel. Megtalálják Magdalénát, aki gyakorlatilag egy ilyen királynői púzban, majdhogy nem egy trónon ücsörög. Megtalálják a testvérét, aki szintén ott van. Viszont a Hernández testvérpár közül csak az egyiket fogják élve megtalálni, a másik már ekkor halott. Nem teljesen világos, hogy ki ölette meg, miért, hogyan, hogy föl akart lázadni. Ezt a mai napig nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy amikre kiérkezik a rendőrség, addigra már halott. A Hernández testvérpár másik tagja megpróbál elmenekülni, őt meg a rendőrök fogják az elfogás napján őt agyonlőni a helyszínen, úgyhogy végül is csak Magdaléna és a testvére fognak majd bíróság elé állni. Ami érdekes, hogy nem voltak hajlandóak tanúskodni a falusiak ellenük. Nagyon azt állítják egyesek, hogy ő szerintük a félelem miatt. Én nem tudom, hogy vajon a félelem, vagy a szégyen volt az, ami megakadályozta a falusiakat, hogy elmeséljék pontosan, vagy legalábbis tanúvallomást tegyenek, hogy mi történt. De az a helyzet, hogy annyi bizonyítékot találtak, és annyi mindent találtak a rendőrök, hogy erre nem volt szükség nagyon. Megtalálták a barlangot, abba is minden eszközt megtaláltak, megtalálták majdnem az összes holttestet, szóval olyan nagy kérdés itt nem maradt, hogy vajon ki követhette el, és mi, és hát ugye megvolt nekik Sebastiannak az írásos tanúvallomása. Úgyhogy végül aztán Magdalénát 50 év börtönre ítélik, és a testvérét is 50 évre fogják ítélni, de semmi másért nem ítélik el őket a bíróságon hivatalosan, csak Louis és Sebastian meggyilkolásáért. Aztán még pár falusit is elítélnek, így a hát bűnrészesség, meg így próbálkoznak rájuk bizonyítani, de annyira összezár ez a közösség, hogy nagyon-nagyon nehezen megy ennek a bizonyítása, de pár falusit is elítélnek, összesen négyet, és mindegyiket 30-30-30 évre fogják leültetni. Ők egyébként már mind szabadok. Aminek megpróbáltam utána nézni, hogy vajon Magdaléna és a testvére meghaltak-e a börtönbe, szabadlábon vannak-e, vagy mi történt velük, de sajnos semmiféle információt nem találtam arról, hogy ők aztán végül hogy végezték, hogy életben vannak-e még, vagy hogy vannak, mert még életkorban még simán életben lehetnek. Nem tudjuk sajnos, és még az is lehet, hogy szabad lábon vannak, de erről sajnos nincsenek feljegyzések. Remélem érdekesnek találtátok ezt az esetet, vigyázzatok magatokra, legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!